Köszöntök mindenkit a Waves FM reggeli kibeszélő sóján. Az én nevem Éva, és ma is, mint mindig, velünk tart Zsuzsi. Jó reggelt a kedves hallgatóknak! Nos, Zsuzsi, kezdjük a nap kérdésével a hallgatók felé szerintem. Mire elmondjuk az összes hírt és kibeszélő témát, addigra a hallgatók bőven fognak tudni írni a social media felületeinkre. Tehát Instagram, Facebook, Twitter felületeken @WavesFM. Rendben. Tehát a nap kérdése egy fotóhoz kapcsolódik, amit a poszthoz csatolni fogunk, és a kérdés hozzá, hogy miért nem vágták ki a fát, ahelyett, hogy kikerülje az út. És, mint mindig, a műsor legvégén a kérdésünkre kiderítjük a választ, úgyhogy maradjanak velünk. Addig is, ez itt a Waves FM, a világ legfrissebb slágereivel. Úgy érzem, a mai napot elindítottuk pár fantasztikus slágerrel, nem igaz, Zsuzsi? Dehogy is nem, szerintem térjünk is vissza hamar a fás történethez, ugyanis egy helyi lakos számát sikerült megszereznünk. Így van, a hölgy nem más, mint Balogni Rózsa, aki egyébként hallgatónk is. Már is kapcsoljuk a hölgyet. Balogni, ott tetszik lenni a vonalban? Igen, szép reggelt. Jó reggelt, Balogni! A környéken található egyedülálló fa történelme miatt hívjuk, hát ha esetleg tudna valamit mesélni róla. Hát angyalom, a történelméről sajnos nem sokat tudok elmondani, hiába éltem le itt mind a 82 évemet. Egész itt létem alatt jelen volt, mikor még úgyse volt körülötte. De emlékszem, hatalmas nagy vélemény megoszlást okozott, amint megindult az útépítés a környéken. És esetleg ön és a családja mit gondolt akkoriban, hogy mi legyen a fa jövője? Hát én is a családom is egyaránt nagyra becsültük a fát, mintha szimbolizálná a múlt szépségét és egyszerűségét. Így örültünk, hogy végül az önkormányzat a fa megtartása mellett döntött. Nagyon szépen köszönjük, kedves Balogné, hogy hozzájárult a műsorunkhoz. Ugyan, szívesen. Mindig az önök műsorát hallgatom a főzés mellett. Örülök, hogy hozzá tudtam járulni a műsorukhoz. Viszont hallásra! Viszont hallásra! Alig várom, hogy kiderüljön a teljes igazság. Ahogy haladunk előre, az ügyben egyre izgalmasabb. Igen, Éva. Egyszerűen lenyűgöző témát sikerült előszednünk. Ne menjenek sehova, hamarosan visszatérünk. Ez itt a 102.08 Waves FM. Most, hogy visszatértünk, szerintem ne is húzzuk az időt, nem, Zsuzsi? Igen, igazad van. Ugyanis még egy ott lakó szeretne minket felhívni, akit úgy hívnak, hogy Nagy Ádám. Ő is, mint Balogné, régóta hűséges hallgatónk. Már is kapcsoljuk. Ádám, itt van a vonalban? Igen, jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Ádám, esetleg tudna mesélni picit a fa esetéről? Ha jól emlékszem, a Facebook posztunk alatt többször is ellenezte a fa értelmét. Elmondaná miért? Igen, szerintem írtó baleset veszélyes, az a hirtelen éles kanyar az úton, pláne este kivilágítás ilyen. Sajnos nem egy barátom szenvedett autóbalesetet ott. Ez sajnálattal hajlik. Hát igen, így már évek óta kampányolok az önkormányzatnál a fa kivágása mellett és az út egyenesítése mellett. Nem kell, hogy több áldozata legyen az útnak, eleget szenvedett sok család így is. Nos, köszönjük, Ádám, hogy elmondta az ön oldalát, és nagyon sajnáljuk a hallottakat. Reméljük, a hamarosan kiderülő válaszokkal a fa ott létét értően ön is válaszokat kaphat. Köszönöm, és én is. Irodai munkát végzek, szóval úgyis végig önökkel leszek. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Viszont hallásra, és jó munkát. Mindenképpen érdemes és érdekes volt meghallgatni egy teljes mértékben eltérő élményt, tapasztalatot és hozzáállást hallani a fával kapcsolatban, nem gondolod, Éva? De, és igazán elszomorító volt hallani a fának az ottlétének árát is. Egyébként te most így jelenleg milyen szemszögből látod az egész szituációt? Mit gondolsz? Szerintem, mikor már valami emberéleteket követel, az hiába egy szép gesztus már nem éri meg. Én, hogy már ezt tudom, kivágatnám. Nem tudom, én úgy vagyok vele, hogy valami megoldást biztos lehet találni, ami mind a két oldalnak kedvező lenne. Ezt az ötletet támogatom mindenképpen. Nos, hamarosan véget ér műsorunk, de még előtte felhívjuk Szabó István történészt, hogy elmondja a fa mögötti történelmet. De még előtte jöjjön pár friss láger a 102.08 Waves FM-en. Na, üdvözlünk mindenkit újra itt, közben Szabó István már itt is van a vonalban, előjáróban már váltottunk pár szót vele. Így van, és már alig várjuk, hogy elmondhassa nekünk a rejtélyes fa történelmét. Szervusz István!
Üdvözlöm a kedves fal. Szóval István, mesélnél nekünk esetleg a fal kevesek által ismert történelméről? Hogyne. Szóval, mint tudjuk, 102 évvel ezelőtt lebombázták elég sok helyen országunkat a háborúban az ellenséges erők. Ott a környéken, olyan szinten, hogy nem igazán maradt fenn élet egy olyan 100 kilométeres körzetben. Kivéve ez a fa, ami egyszerűen hihetetlen. Így az akkor még közeli múltat ismerve, az akkori városi vezetés a fa meghagyása mellett döntött, mint egy olyan történelmi jelkép. Ezt sose gondoltam volna. És mit gondol a jelenlegi szerepéről? Megéri a fenntartása? Vagy esetleg már elvesztette jelentőségét a veszélyessége mellett? Szerintem, ha átalakítanák az utat, és esetleg egy körforgalmat helyeznének köré, sokkal hasznosabb lenne, mint a kivágása, és kevésbé lennének veszélyesek az utak az éjszakában. De nyilván én nem tartozom a város vezetéshez, hogy tudjam, van-e erre keret egy ilyesféle kiadáshoz. Nos, nagyon szépen köszönjük István, hogy ezt megosztottad velünk és a hallgatókkal. Szíves örömest, örülök, hogy sok embernek kicsit tisztázhattam a fa történelmét. További szép napot a hölgyeknek és a kedves hallgatóknak. Viszont. Köszönjük, és önnek is viszont hallásra. Wow, azt hiszem ma is egy érdekes rejtének a végére érhettünk, nem Éva? De, tényleg Zsuzsi, reméljük a hallgatók is ugyanúgy jól érezték magukat közben, mint mi. Holnap ugyanúgy reggel 8-tól 11-ig velünk tarthatnak. Így van, és akkorra is egy újabb érdekfeszítő esettel készülünk önöknek. További szép napot mindenkinek, sziasztok! Szép napot nektek, és sziasztok! A 102.08 Waves FM reggeli műsorát hallhattátok.